Minden ígéretük ellenére 1%-ot sem csökkent az infláció februárról márciusra. Ez még a gazdasági szakértők elvárásaitól is jócskán elmarad, és egyre valószínűbb, hogy nem sikerül elérni a korábban megígért egy számjegyű inflációs célt az év végére. Ez nem lenne elég, egyes gazdasági elemzők már arról beszélnek, hogy a márciusi adatok alapján nem biztos, hogy láttuk már az Orbáni infláció csúcsát, még ezután jön a java. Nem gondolja-e államtitkár úr, hogy elég nevetséges Brüsszelre és a szankciókra mutogatni, miközben Európa jelentős részében már most is egy számjegyű infláció van, egy számjegyű a drágulás. Még a háborúval sújtott Ukrajnában is alacsonyabb az infláció, mint Magyarországon. Még ott is kevésbé drágulnak az élelmiszerek, mint nálunk. Miniszter úr, államtitkár úr, meddig kell még emelkedniük az áraknak, hogy belássák, hogy baj van, és tegyenek valamit? Kétség nem férhet hozzá, hogy az önök elhibázott gazdaságpolitikája miatt vagyunk ekkora bajban, az Orbán inflációért önök felelősek. Önök miatt már az alapvető élelmiszereket sem merik a kosárba rakni az emberek, mert félnek, hogy mi vár rájuk a kasszánál. Látszik, hogy mostanra teljesen elvesztették a kontrollt az ország felett, és amíg önök vannak hatalmon, nem is lesz itt semmi változás, addig velünk marad az Orbán infláció és a történelmi élelmiszerdrágulás. Kérdezem ezért államtitkár urat, a márciusi adatok fényében még mindig fenntartják-e, hogy az év végére 1%-os lesz az infláció, mikorra várható, hogy végre tesznek is valamit, és csökkenni fog a drágulás?